Március közepe óta az egyetemeken is digitális formában zajlik a képzés. Május 4-től azonban a rektorok már dönthetnek a hallgatók visszatéréséről az épületekbe. A tapasztalat ugyanakkor eddig az, hogy a vidéki felsőoktatási intézmények jó része egyelőre fenntartja a koronavírus járvány miatt elrendelt távolléti oktatást. Ugyanez a helyzet a Nyíregyházi Egyetemen is. Ezt főleg azért is szükséges tovább folytatni, mert a kollégiumokban nem költözhetnek be a hallgatóink, és sok olyan hallgató van, aki a napi szintű bejárást vidékről nem tudná megoldani. Egyrészt ez motivált bennünket, másrészt pedig a távolléti oktatási forma elég jól működik a Nyíregyházi Egyetemen, semmilyen panasz nem érkezett, és azt gondoljuk, hogy erre a 2-3 hétre már nem kívánjuk ezt a jól működő rendszert felborítani. Az alsóbbéves hallgatók vizsgái online módon zajlanak majd, a záróvizsgák ugyanakkor már személyes jelenlétet igényelnek. Ezeket a megfelelő óvintézkedések betartásával bonyolítja le a felsőoktatási intézmény. Csökkentik például a bizottsági tagok létszámát, egy teremben csak 2 ilyen lesz, a jegyzők pedig egy másik helyiségben látják majd el az adminisztratív teendőket. A hallgatók számát is korlátozzák. Egyszerre 2 hallgató tartózkodhat majd a teremben, ami azt jelenti, hogy egyik készül a feleletére, a másik pedig felel. Ezzel meg tudjuk oldani, hogy mivel 4 főnél több nem lesz egy teremben, hogy a másfél, akár 2 méteres távolságot is tudjuk a kollégáink és a hallgatóink között tartani, illetve kötelezővé tesszük a szájmaszk, a gumikesztyű használatát, és természetesen folyamatosan fertőtlenítjük a termeket. A szakdolgozat és portfólióvédés elektronikus úton fog megtörténni, tehát akiknek csak ebből a részből állna a záróvizsgájuk és nem lenne szóbeli feleletük, nem is kell személyesen megjelenniük. Azok, akiknek viszont utóbbira is szükség van, konkrét vizsgaidőpontot kapnak majd, amely előtt 10 perccel érkezhetnek meg, hogy elkerüljék a csoportosulást. Az eredményt pedig rögtön megtudják a hallgatók a vizsga után, hogy egyből el tudják hagyni a kampusz területét. Ez pedig már a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Kara. Itt a dékán elmondása szerint, bár a távoktatás első napja is sokként érték a hallgatókat és az oktatókat, elsősorban a személyes kapcsolattartás hiánya miatt, néhány nap alatt megszokták a már korábban is használt e-learning rendszert. Hogy mi legyen a tanév további részében, arról az intézmény rektora a napokban egyeztetett a dékánokkal. Végül saját döntési jogkörbe helyezték, melyik karon hogyan folytatódjon az oktatás. Az egészségügyi kar vezetésével mi tartottuk egy megbeszélést, ahová a közvetlen dékáni vezetés mellett az intézetvezetők, tanszékvezetők is bekapcsolódtak, és úgy döntöttünk, hogy nem változtattunk. Ennek számtalan oka van. Az egyik az, hogy hallgatók elkezdtek alkalmazkodni ehhez a rendszerhez, az oktatók elkészítették azokat a formákat, ahogyan az e-learning rendszeren keresztül a hallgató tud vizsgázni, és kialakítottuk a társadalomtudományi képzésekben azt a rendszert, ahogyan a hallgató az e-learning rendszerben államvizsgázni tud majd. Ezért ezen nem kívánunk változtatni. Számunkra nagyon fontos az, hogy az oktatók és a hallgatók biztonságban legyenek. Azt látjuk, hiszen korábban is volt e-learninges vizsgáztatás, hogy ez a rendszer alkalmas arra, hogy biztonsággal le tudjuk vizsgáztatni a hallgatókat. Ettől bonyolultabb a helyzet az egészségügyi képzések, egészségügyi felsőoktatási képzések esetében, ott már fülön kell szabályozni. A dékán arról is beszélt, hogy bár egyelőre a szokott időrend van érvényben, a jogszabályok alapján augusztus 31-ig kitolható a tanév. Hozzátette, elsősorban a gyakorlatok elmaradása a probléma. A mentőtiszt szakos hallgatóknak például 560 óra gyakorlatot kellene teljesíteniük, ami ebben a helyzetben nem megoldható. A végzősök esetében ezért szakmai egyeztetés folytatnak a kórházzal, a mentő- és védőnői szolgálattal, azzal kapcsolatban hogyan tudnák pótolni a hallgatók az elmaradt gyakorlatokat, hogy nyár végére ők is megszerezhessék diplomájukat.